Köszöntök mindenkit, én Úra vagyok, és ez pedig itt a Tropico! És eljutottunk arra a szintre, hölgyeim és uraim, hogy exportálnunk kell 20 000 urániumot annak érdekében, hogy a következő pályát is sikerüljön teljesítenünk. Nem tűnik nagy kihívást. Hogyha valaki észrevette, kicsivel megváltozott így a tropikói fekvésünk, ugyanis az a bűnös nagy helyzet, hogy az előző játékot, amikor eljutottam eddig a pontig, hogy exportáljak 20 000 urániumot, nem mentettem el, és így megszívtam. Ennyi a történet. És most eljutottunk újra a modern időbe, eljutottunk most már technológiailag a tetejére ennek a tropikói világnak. És azt mondom, hogy lássuk, hogy mi az, amivel többek lettünk. Hogyha megnézzük itt az első fület, akkor már tudunk metrókat is lerakni, amihez igaz, hogy 3 ember kell. Mennyi kell ehhez? 2. Ez meg 3, meg 30 energia. Remek. Tudunk csinálni geotermikus erőművet, amire nagyon kíváncsi vagyok, és nekünk van itt egy működő vulkánunk. Itt, ezen a ponton. Most van 19 ronnyunk, azt lehet, hogy másra kellene elköltenünk, mert mi mielőtt tovább haladnánk, az az én nagy problémám, hogy a szórakozással az emberek problémái vannak. Nem tudnak szórakozni az embereink, nincs megfelelő épületünk arra, hogy ezt a vágyukat be tudják teljesíteni. Úgyhogy azt mondom, arra gondoltam, hogy egy kabarét rakok le ide szépen. Egy kabaretet. Igen, átállítottam a Space-ről. Az útnak a lerakását. Oda jöhet egy kabaret. Valamint még lehet, hogy ide is rakunk le egy kabaretet. Mit szóltok hozzá? Lerakunk ide is egy kabaretet, hogy tudjanak szórakozni az emberek. Bár mondjuk ide lehet, hogy éttermet is le lehetne rakni. Ott már van egy kajáda, van templom, vannak munkák. Legyen mondjuk a következő egy étterem, és így közvetlenül a szájába le fogom rakni ennek a kabaretnek. És így munkát is fogok tudni az embereknek, mert elég sok a munkanélkülünk. És pontosan az okozza azt a problémát, amivel szembe kell néznünk nap, mint nap, mint nap, mint nap, így a játék folyamán, hogy támadnak a lázadók. 16 000, 16 000, 32 000 uránium áll el rendelkezésünkre, amit el fogunk tudni küldeni a megfelelő... Kinek? Senkinek. Exportáljuk, oké. Exportálom. Nincsen vele gáz. Szépen elvisszük oda, aztán exportálva is vannak. Na lássuk, 1, 2, sok. Oké, tele vagyunk. Jó, itt már mindenki dolgozik. Itt már mindenki dolgozik, mint az állat. 9 ember, 9 ember, 3 ember, 10 ember. Azt mondjuk nem tudom, hogy miért vannak ilyen kis vigyillókban, amikor nem ilyenbe kéne élniük. Jó. Oké, ott még van egy. Eltakarít. Jó, milyen szép az a hordó. Az a baj, hogy a teamstereink nem dolgoznak valami nagyon jól. Az a bűnös nagy helyzet. Meg az, hogy ott van egy lázadó. Igen, ő neki nem tetszik az információsom. I may have doubted your loyalty. Eco-aktivista. But our mentor assures me that you are still our staunchest ally. Igen. Even though we dislike one another, we are to work together once more. Okay, Adriana Diaz. Adjál feladatot. 59%-os az elégedettség, nem igazán jó. De próbálom majd feltornázni, próbálom napról napra, alkalomról alkalomra. Na, mi a bűnös nagy helyzet? Az a bűnös nagy helyzet, hogy ez itt mi? Ez itt mi? Aha, lázadnak? Lázadoznak a szigetemen. Mi? Nem fogok. Nem fogok 16 000-et azért fizetni, mert itt problémáitok vannak a környezettel. És el is rohadt minden. Na majd a hadsereg rendbe rak titeket. Majd a hadsereg rendbe rak. Közben van egy felkiáltó jelünk. Building Science Lab. Oké. Csináljunk ide egy Science Lab-et. Ugye, mint ahogy azt láttátok, 3 obszervatóriumot készítettem itt. Na, katonaság. Oké, katonaság rendbe rakta a srácokat. Akkor itt van egy kis cukor. És azt hiszem, hogy itt van egy kis koka. Aha. Hol tudnánk cukrot? Ott. Nem rakunk be cukrot. Elmondom, hogy miért. Azért, mert elkezdtem a kutatásokat szépen kipakolgatni, és 20 hon... Micsoda? Nem az apartman kell... De. Ó, de hülye vagyok. Igen, az a Waterworks kell nekem, meg a modern apartmanok. 20 hónap még szépen felhozzák ezeket a dolgokat. Majd idő... Kiürült a szénbánya. Faszam. Jól van. Oké. Szabadultak fel munkalehetőségek, itt az emberek elkezdtek már dolgozni.
És ha jól emlékszem, van egy Luxury Industrial Buildingen. Egy ember dolgozik. A konzerválóban egyetlen egy ember dolgozik. Valamiért nem akarnak idejönni az emberek, és nem tudom, hogy miért. Növeljük meg a munka minőségét. Hoppá, gyorsmentés! Gyorsmentés, és legyen ez is. Automatizálva. Ó, egyben menjen lettek. Fene az arcotokat. És azt hiszem, hogy csak ananász van. Ananász van, itt tobakó van, itt cukor van. Cukorból ilyen sok van? Ja igen, mert van itt egy rumlepárlónk is. Ugye? Aha, igen. És van még egy kokánk. Na most kettő cukrunk van, egy rumlepárlónk, aminél azt hiszem, hogy ki van fejlesztve az. Gyere vissza. Hogy kevesebb nyersanyagot használjon fel. Erről van szó. Erről van szó, és ez... Ott van happened. Oké, gyertek. Gyertek. Közben azért megnézem, hogy mi ekkora probléma. 48 a munkák, 45 a ház, 43 már a szórakozás, a kaja. Kevés a variáció, az a probléma. Crime safety az magas. Egyházzal is vannak problémák, 60-as az egyház. Aha. Akkor lehet, hogy mondjuk az egyházat tudnánk fejleszteni elsősorban. Lassuljunk csak le. Lassuljunk le egyesre. A lázadókat szerintem úgyis le fogják pofozni a francba. Itt maximumon vannak az emberek, de szerintem ide kellene egy katedrálist építenem erre az új kialakítású régióra. Nézd meg, bázd meg. Faktori farmomat szeri szél a rohadék. És a katonáim nem fognak odaérni időbe. Aminek mód felett nem örülök. Na. Akkor katedrális 21 ruppot kell kiperkálnom innen a zsebből. Valamint tudom növelni a szabadságérzetet is majd ezzel a tévétoronnyal, de most inkább nézzük, hogy hogyan pusztul el ez az épületem. Elite Infantry, Tanks, Rebels. Így van! Szervusz, köszönjük! Igen. Tudom, hogy eléggé nagy nyomás alatt van, és elmennek a rohadékok. Építsünk mindent újra. Na, hogy ne forduljon ilyen elő, a katedrális szeretném ide elhelyezni. Egy sősoron. Valamint egy kórházat szeretnék lerakni ide kettő sősoron. Hogy örülnek? Hogy örülnek? És most vettem észre valamit, ami lehet, hogy kicsit gáz. De hát ez van, nem tudok mit csinálni. Van egy javaslat, hogy mi az, amit lerakhat néknák. Ugye itt eléggé szennyezett a környezet. Eléggé szennyezett a környezet, és azt mondja, hogy lerakom, akkor lehet, hogy jobban fognak az emberek örülni. Hát nem tudom, próbáljuk ki. Lerakjuk azt az épületet. És, mint ahogy mondottam, itt van egy kis koka, itt van egy kis cukor, meg amott is van egy kis cukor. Mit szólna itt a nép, hogyha azt mondanám, hogy egy csoki gyár, ingyen, mocskosul ingyen, egy csokoládégyárat. Charlie úgy örülne neki, hogy csak úgy tapsolna örömében. Mondjuk úgy ide. Igen. Oda pedig rakunk le belé utat. Ó, basszus. Elrontottam. Na mindegy. Elég régen játszottam már a játékkal. Kicsit tovább húzunk. Sose csináltam még csoki gyárat. Ha jól emlékszem. Oké, pakoljátok fel, srácok. Itt lesz mit építeni. Úgyhogy itt Teamster van. Építészek nem is vannak itt a környéken, úgy látom. Nem igazán. Semmi gond. Majd használjuk a gyors építést, mert annyi lóvénk van, mint az állat. Mondjuk építsünk fel gyorsan egy kórházat. Healthcare, az hogyan működik? 50, az eléggé gáz. Épületek szintén gáz. A kaja annyira nem rossz, szórakozással problémáik vannak, vallással is. Akkor nyomjunk egy kicsit magasabb prioritást erre. Itt mondjuk adjunk egy kicsivel több lóvét, hogy az emberek tudjanak jönni dolgozni, és akarjanak is. Lássuk a college-hoz, hogy áll. Itt 10/10 diák van, remek. Nagyon jó. Hopp, egy felkiáltója. The world media is ablaze with threats from several terrorist organizations. They all keep repeating the same two words. Have one strategy and plans. Again, no more strikes in our... Okay. Jó. Jó. Akkor én ezt gyorsan felépítem. És ez szépen így meg fogja szűrni nekem a vizet? Ez lesz a víztisztító berendezésünk? Remélem, hogy igen. Na mi van, itt is problémák vannak? Jó, ezt meg tudjuk venni, ez nem drága. Itt kifogyott a cucc. Azokat szépen el is takarítjuk onnan. Itt mennyi van még? Nagyon-nagyon kevés fa van, ami elérhető. És talán tudjuk, hogy tudjuk ezt fejleszteni. Nem.
új fákat ültetnek. Na, újraültetés. Bár mondjuk ide is rakhatnánk le egy épületet, úgyhogy... Úgyhogy... ki tudom venni? Nem tudom ki venni. Na nem baj, mennyi munkanélkülünk van? Lássuk, csak 38 munkanélkülire redukálódott le az a brutális életszínvonal, ami volt. Úgyhogy én szeretnék lerakni, most így hirtelen, mondjuk még egy logging campet, igen, mondjuk úgy ide. Itt egészen sok fa található. Oda lerakjuk a logging campet, gyorsan fel is építjük, gyorsan tele legyünk munkással. Itt van rengeteg hely, ahol tudna még aludni az emberkék, tudna még lakni az emberkék, tudjuk fejleszteni? Steel mills, factories, victim. Wow! Ez az újrahasznosító üzem? Nem tudom. Nem tudom pontosan, hogy mi az épület, de nagyon kellett. Nagyon kellett. A new science lab. Igen. Ja. Hol nincsen? Itt nincsen munkás. Ide nem akarnak jönni dolgozni. Ide nem akarnak. Nem tudom, hogy miért. Miért nem szimpatikus? Kettőt is veszünk fel. Kajákkal problémáik lesznek. Oké, ott dolgozunk. Itt is dolgozunk. Javult-e az állapot? Arra vagyok kíváncsi. Boldogság. Healthcare 76? Oké. Religion? Ez most épült fel. 0/400. Erre várunk egy kicsit. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan pattannak át az emberek. 9590 urániumot exportáltunk. És a lázarok támadnak. Yeah, modern apartman tudok most már készíteni, és el is fogom kezdeni kifele szórni a kezemből. Ezek a... Mit támadtok, gyerekek? Ananász farmot, remek. Na, így bele fogtok ütközni elég rendesen. Herr Presidente, there have been reports of prominent scientists strikes being start abducted in research by building. Terrorists build all a new science lab. Jó, oké. Csinálok akkor egy új kutatólaboratóriumot. Nem nagyon félek egyébként a nagy károktól, mert úgy konkrétan nem sok mindent csinálnak ezek az emberek. Csak úgy idegesítenek. Oda jó lesz a science lab. A csoki gyár mellé. Meg az obszervatóriumok mellé. Ami minden mellé. Össze tudtam kötni? Össze. Oké. Okay. Akkor mindig parázok, amikor nem látom, hogy mi a helyzet, hogy hol van az út. Csoki gyár az még épül, erre adunk egy magasabb prioritást. Nőjön az iparunk. Most már maximális kihasználtság. Itt is. Ott problémáznak. Nem baj, építhetnénk egy másikat, még majd dolgoznak. Úgy látom, hogy pont ebbe az irányba. Wow! Ott volt egy Mariano Moreno. Nem szerintek ki? Ja, a csoki gyárnak örül. Nem tudtam, hogy ki nyögdítsel, vagy hogy miért nyögdítsel. Wow! Úgy látom, hogy tényleg csoki imádóról van szó. Consume less raw resource, but... Igen. Igen, milk and coca. Wow! Oké, tehát akkor, hogyha tejet is biztosítok ennek a gyárnak, akkor nem muszáj cukrot használnom. Ez nagyon jó. Ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Factory farmra van szükségünk. És mi az, aki gótok vagy cattle? Melyik legyen? Legyen cattle. És mint ahogy látjátok, nem is kell úgy túl sok minden hozzá. Sőt, azt mondom, hogy semmi, szerintem azt is elhiszi mindenki. Ja. Gyapjú. Kukorica kell. Gyapjút kapunk. Tropicans await elections next year. Még szép, simán megnyerjük a választásokat. Az embereink úgy fognak minket imádni, hoppá. Úgy fognak minket imádni, mint még soha. A munkák szarok. Az épületek szintén. 102 homeless van. Nagyon jó. Miért jöttek ennyire tropikóra, hogyha tudjátok, hogy úgyis hajléktalanok lesztek? Idióták. Viszont... most már lesznek jó épületeink. Mert modern apartman. 12 000... Úristen. 12 000-be kerül a modern apartman, és mennyire királyul néz ki, azt a kurva.
mekkora eszméletlen. Nagyon durva. Oké. Na lássuk, hogy hogy néznek ki, illetve mennyi embert képesek befogadni ezek a modern apartmanok. Mert akkor valószínűleg ide is fogom lerakni egy modern apartman. Jó, megcsináltuk, 3 ember oda bőven elég. Dolgozzatok is. Wow, micsoda rakéta program van itt. Jesus. Lássuk, a börtön az hogyan funkcionál. 0/15 rab. Érted? Érted? 0/15. Kiraktam azt a fejlesztést, hogy automatikusan elfogják a crime lordokat és a rebeleket. De nem, semmi ilyesmi. Vigyázzunk rájuk, nehogy legyen valami bajuk a rohalékoknak. Provokálni. Ezt én kiraktam az előzőekben. Igen. Akkor nekem kellene kiadni a parancsot? Lehet, nekem kellene kiadni a parancsot és elkölteni rengeteg pénzt, valakit lecsukni. Na minden, megpróbálkozok vele. Elméletileg az volt odaérve, hogy automatikusan. Hogy mennyire hazudott, azt nem tudom. Nem? A kutatásra vagyok kíváncsi. 15 hónap múlva jöhet a Waterworks. És szerintem azt meg is várjuk, és lehet, hogy addig meg is nyerjük ezt a játékot. 59%-ban vannak velem elégedettek. Hol van még hasonló probléma? Itt. Na jó, én ezeket nem veszem meg. 16 000-ért. Csak kicsit lehúzás, haver, csak kicsit. Nem olyan nagyon. Na jó, állj, vadásszunk. Állj, karamba. Haver, börtön, igen. Állj, karamba. Haver, börtön, szintén. Hol van még ilyen rohadék, aki itt világít nekem a térképen? És azt hiszi, hogy nem fog börtönbe kerülni? Ott. Börtön, oké. Okay. És még egyet. Aztán lássuk, hogy mennyit fog nekünk így segíteni ez a titkos rendőrség. És a szakmája rebel. Jó, rendben. Ez elég egyértelmű. Haladjunk. Kellene egy kis pénz mindenféleképpen. 2000-1000 az nem sok. Ez se sok. Nincs túlságosan sok lóvénk, az a biztos nagy helyzet, és le is megyünk nullára. Na, egy készen van. 16 ember király. 10 kibaszott 6. Eszméletlen király. Csoki farm, hogy állunk? 2590 outputja van. Kevés a teamster? Lehet, hogy kevés a teamsterünk. Amúgy tudja, hogy kevés a teamsterünk. Tudja, hogy kevés. 6000 van itt összegyűlve, itt 18000. Legalább most lesz egy kis lóvénk. A teamstereket aktivizáljuk, mert úgy látom, hogy eléggé fel vannak halmozódva ezek a nyersanyagok. Ami nem jó. És van még egy főkülön. We have an opportunity to influence the outcome. Tudunk nyerni 57%-os simán. All hell is breaking loose, old chap. The international community is convinced that Tropico is supplying. Hát ezzel még gondolkozok egy kicsit, mert annyi pénzünk nincs, haver. Annyi lóvénk nem igazán van. 1/16, 11/16. És... jó. És szép, hogy nyertünk. Na. Amit én kitaláltam, az a következő. Ide kellene csinálnom egy kórházat, hogyha minden igaz. Hányan vagytok? 175, 306. De a központot egy kicsit át kellene alakítani, és vannak itt egy nagyon szép kis használhatatlan szarok. És ezeket én mindet le fogom demolisálni. Lebontjuk. Úgy, ahogy tanultuk. Oké, haladjunk. Gyerünk. Essetek össze. Nagyon szép. Oké. Okay. És elméletileg ekkora területre le tudjuk rakni ezt a házikot? Szuper. Oké. Okay. Le tudjuk rakni gyakorlatilag azt a házat. És a minősége ennek a háznak 52-es. Ellenbe az apartmannal, ami 52-es. A fasz. Mert tudjuk fejleszteni 20-szal nő. És 5000. Oké. Okay. Most 72. Ennyi. Ennyi. Lehetnek ilyen luxus apartmanok, lehetnek kevésbé luxus apartmanok. Hol jön a bevétel? 28000 fog itt becsöppenni a zsebünkbe. Az nagyon-nagyon jó lesz. Méghozzá azért is, mert metroállomásokat szeretnék telepíteni. Metroállomásokat. Azt ott leszedjük.
ezt is leszedjük. We have been played, Presidente. I have uncovered a massive conspiracy against Tropico and it... Wow! Pusztítsam el az összes uránium bányát. Írmagja se maradjon annak, hogy itt urániumot szállítottunk, vagy urániumot építettünk. Bányáztunk valaha. Oké, megállítjuk az időt még mielőtt megnézzék, hogy hogyan pusztul el az összes uránium bányát. Komolyan ez ennyi? Ez ennyi? Wow! Nincs 30 energiánk! Határeset. Igen. Igen. Valamit nem tudunk? Nem. Tehát a következő dolgom mindenféleképpen az lesz, hogy geotermikus erőművet hozzunk létre. Méghozzá valahova ide. Valahova ide kell egy geotermikus erőmű, és nem tudom egyébként, hogy mennyire kell közelépítenünk a vulkánhoz, de megpróbáljuk. Megpróbáljuk a legtöbbet kihozni belőle. Így. Most pedig szépen megvárjuk, amíg elpusztulnak ezek a bányák. Elpusztultak ezek a bányák. So, is this to be... You will join me, old friend? Of course! És ennyi, és egyetlen egy rész alatt kipörgettük ezt a pályát. Vagy nem? My fellow human beings, on my command, multiple nuclear devices are at this moment being deployed throughout the world. Az igen. The end of the world as we know it is inevitable. And this is a good thing. Why? Look around and ask yourselves why. 3 billion people live in poverty. More than 2 billion are without a toilet. And what is the world's most popular topic? Images of cats. The cure I offer is destruction. Like the mythical phoenix, a better world shall rise from the ashes. Prepare yourselves for day zero. Back to the past! Research key technology before you run out of time. Ez a fickó nem normális. A hideg futkosott a hátamon, ahogy így felkészítette az embereket a világ elpusztulására. Brutális. Brutális. Azt a kurva. Research key technology before you run out of time. Jó, rendben. Mennyi időm van? Gondolom, hogy meg kell állítanom ezt a pszichopata állatot. És csak bau-baura enged, ugye a turista paradicsomunkra, ott ahol a technológia, valamint az ipar lófasz szinten sincsen. Lássuk akkor, még ennek a résznek a végén megnézzük, hogy mi az, amit hozhatod a szigetből. No, he's not named after you, penultimo. He's named after the end of the world. Leon Kane, the man I called a friend and mentor, wants to end us all. Was he always insane, or did I miss the moment when he snapped? Leon believes the only way to save the world is to destroy it and then rebuild from the ashes. A hard reset for humanity. The bad news is that he is smart enough to succeed and possesses all the nuclear weapons he needs to achieve his goal. We have but one chance. Abraham Zweistein and his crazy time-traveling gizmo. Komolyan? The world is about to end, but we can still save it, just not this time around. Komolyan? It's quite simple, actually. We must travel back in time. Na gyerekek, itt az idő felborzolni a hajunkat, beízítani a fluxus kondenzátort, ugyanis időt fogunk utazni. Méghozzá, Time Portal, Vehicle Factory. Which one it be? Which one it be? Melyik legyen? Melyik legyen? Legyen a Vehicle Factory. Oké, legyen az az első. Álljunk meg. Hát nem gondoltam egyébként, hogy a diktátornak az élete ilyen szinten szórakoztató, vicces és komolytalan is lehet.
mint ez, mert hát eljutottunk arra a szintre, hogy időt kell utazzunk. De én ezzel egyetemben köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, örülök, hogy velem tartottatok újra itt Tropikónak a szigetén, kíváncsi vagyok, hogy hova sikerül eljutnunk itt az időhurkokon keresztül, és hogy milyen idiótaságokkal kell még találkoznunk nekünk, a szivart, rágcsáló, szakállos, kalapos diktátoroknak. És még mindig találkozunk legközelebb is. Szevasztok!